rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy közel 40 szakunkon 20 nemzetközi hallgató veszi át a mai napon diplomáját, ezért, ha megengedik, udvariasságból először nagyon röviden angolul őket köszönteném. A gazdaságtudományi kar végzősei, köztük 20 nemzetközi hallgató is átvehette diplomáját szombat délután az egyetemi csarnokban. Őket előbb angol nyelven a Széchenyi Nemzetközi Rektor helyettese köszöntötte, majd a Kautskar dékánja szólt a sikeresen államvizsgázókhoz és hozzátartozóikhoz. Dr. Papilona kiemelte, embert próbáló évek vannak mögöttünk, de a jövőben is szükségünk lesz a tudásra és a bátorságra. Különösen embert próbáló évek vannak mögöttünk. A járvány után a gazdaságoknak és a magánembereknek is nyugodt újraépítkezésre lett volna szüksége, de nem így történt. Háború dúl a szomszédos Ukrajnában, inflációs környezet, energiaválság és recessziós fenyegetettség jellemzi a világunkat. Továbbra is igazi vizsga következik AQ-ból, ez a személyiségnek a nehéz helyzetekre való reagálási képességét méri. Szükségünk lesz továbbra is a tudásra és a bátorságra. Ahogy Adi mondja a Tűz csiholója című versében, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. A dékán azt is hangsúlyozta, a Győri Egyetemre régóta jellemző a jövőbe mutató gondolkodás. Tanulmányaik során a most végzettek is megtapasztalhatták, hogy az intézmény folyamatosan fejlődik. Építkezések zajlottak és zajlanak. Hát tekintünk itt a szomszédos Duna túloldalára, a Kertzgyár helyén most épül az Innovációs Park, az Zrínyi utcai kórház területén pedig az Egészségtechnológiai Centrumunk. Az elmúlt években intézményünk átlépte Győr határait, új helyszíneken jelent meg az egyetem neve. Büszkén lobog a zászló Moson-Magyaróváron, Zalaegerszegen, sőt, immár Budapesten is. A Széchenyi István Egyetem nagy utat járt be az elmúlt 5 évtizedben. Intézményünk hazánk 65 egyeteme közül mára a 7. legnagyobb. 13 ezer fős hallgatói, benne 800 fős nemzetközi hallgatói közösségével. A hozzánk jelentkező 9 karunkon mintegy 200 különféle, köztük 40 angol nyelvű képzés közül választhatnak. A beszédek után gazdára találtak az oktatói és a hallgatói elismerések, majd a program zárásaként a hallgatók átvették diplomájukat és esküdtettek.